Sákman Ádámé, Balogh Rajmú, Balogh Rihárd, Bari Bettina, Bodnár András, Budai Vivien, Déval Péter Dávid, Horváth Lilit, Humicskó Eszter, Illés Gergő Rihárd, Jakab Klaudia, Kertész Dávid, Kis Gitta, Pásztor Nikoletta, Pintér Alex József, Polkoláb Inez, Gabi Csaba, Rézműves Delila Szintia, Rézműves László, Rézműves Mária, Sípos Natasa, Szabó Erzsébet, Tar Fanni, Tóth Anikó, Tóth Erik, Vadász Dóra. Osztályfőnök Deák Ferencné, Válfai Anna, Csohány László, Dévad László, Holló Karola, Illés Andrea, Illés Krisztián, Kovács Dávid, Kovács Gergely, Lukács Vivien, Mecsei Máté, Molnár Márk István, Molnár Tünde, Nagy Dániel, Nótári József, Őri Elizabeth, Páva Anna Mária, Rácz Márkó, Rendre Evelin Mercedes, Rézműves Kitti, Sallai László, Sas Péter, Seres Renátó, Sípos Silla Viktória, Szekerem Réta, Teslér Milán, Tóth Vanessa. Sok szeretettel köszöntöm iskolánk végzős diákjait, hozzátartozóikat, tanárainkat és minden megjelent vendégünket. Rónehát Janett, 7. A osztályos tanuló vagyok, ballagási ünnepségünk műsorközlője. A 8. osztályosok névsorát Balogh Nikolett 7. B és Tar Krisztina 7. A osztályos tanulók olvasták fel. Thank you.
Végzős diákjainktól a 7. évfolyam nevében verssel búcsúzik Balogh Henrietta, Farkas Krisztina, 7. C osztályos, valamint búcsúbeszédet mond Horváth Dorina, 7. A osztályos tanuló. Azt mondják, az út, mit válasz, csak a tied. Nem fogja senki a kezed. Tanáraid sem figyelik minden lépésedet, s az osztályfőnököd sem lesz ott már veled. Szülei dobó tekintete, nem figyel színes szüntelen, egyedül mész az úton tovább, de meg ne állj, csak menj tovább bátran, felszeged fejjel, menj tovább. Nem lesz könnyű mindig, hisz az út rögös, s néha megbot lesz is, de talpra állsz, s mész tovább. Ballag már a véndiák, tovább, tovább, éneklitek sokan, s ezt ver vissza minden fal, s a régi iskola el nem feled soha. Kedves diáktársaim, Ballagon 8-osok, június van, a kék ég, a zöld fű, s nektek Ballagó diákoknak a búcsúzás ideje. Búcsúzás a 8 évig otthont adó iskolától, búcsúzás tanáraitoktól, diáktársaitoktól. Hosszú lenne felsorolni azt a sok-sok élményt, amelyben veletek együtt részünk volt. Őrzünk kellemes, szép emlékeket. A nyári táborok, kirándulások élményeit. A sportversenyek, nagy futballcsaták izgalmas pillanatait. Gondtalan, vidám diákéveket töltöttünk együtt. Diákok maradtok az elkövetkező években is. De a kis nebulókból majdnem felnőttekké váltatok, s új iskolátokban is helyt kell állnotok. Kívánjuk, hogy új közösségetekben is jól érezzétek magatokat, sikerrel vegyétek az előttetek álló akadályokat, becsületesen és emberségesen viselkedjetek a nehéz helyzetekben. Ne feledjétek, mindig szívesen várunk vissza benneteket. Diáktársaim nevében Kassák Lajos szavaival köszönök el tőletek. Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen. Felkérem dr. Faragóné Béres Edit intézményvezető asszonyt ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt ünneplő közönség! Ballagási ünnepségünkön szeretettel és tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, a kedves szülőket, nagyszülőket és hozzátartozókat, az iskola nevelőtestületét, tanulók közösségét és benneteket, kedves búcsúzó 8. osztályosok, kedves Ballagó diákok! Ma még az öröm és szorongás vegyes érzésével álltok itt, a jól ismert öreg iskola udvarán, de néhány év múlva már csak emlék marad mindaz, ami 8 év alatt itt történt veletek. Azt kaptátok-e, amit vártatok? Megérte-e ebbe az iskolába járni? Ezekre a kérdésekre most még csak részben tudjátok, vagy sejtitek a választ. Erre az elért sikerek, a kiosztandó oklevelek, jutalomkönyvek, a tanulmányi versenyek eredményei adják meg a választ. A jó eredménynek mi a titka? A pedagógusok lelkiismeretes munkája, kiváló szakmai tudása és a diákok szorgalma, érdeklődése. Számotokra eddig ez az iskola volt
a kicsiny és a nagyobb emberi közösségek találkozásának, szellemi, lelki kölcsönhatásának legfontosabb színhelye. Az iskolán keresztül tágult számotokra a világ, most pedig elindultok más iskolák, más városok, és ezáltal a nagyvilág felé. Iskolánk jelentette eddig nektek a teljes világot, és készített föl benneteket a későbbiekre. Nem csak a tanítási órák ismeretei formáltak titeket. Az iskola ennél távlatosabban készít fel. Az iskola az összetettebb, rejtettebb tudás színhelye. Ez nem azonos egy sikeres feladatmegoldással, egy jó magyar dolgozattal. Több ennél. Egyik legfőbb feladatunknak tekintettük, hogy segítsünk benneteket, személyiségetek, jellemetek formálásában, még akkor is, amikor ti, a pedagógusok óvó, intő vagy feddő szavát kemény szívvel elutasítottátok. A mai naptól feledésbe merülnek azok a percek, amikor összeszittünk benneteket, mert rohangáltatok, hangoskodtatok a folyosón, de megőrizzük azokat a pillanatokat, amelyeknek együtt örültünk. Egy jól sikerült ünnepély, sportversenyek, kirándulások, iskolai diszkók, vetélkedők, körzeti és megyei versenyek. Mindezek ma már mögöttetek vannak, de valamit mindegyikőtök megőriz belőle emlékként. Kedves szülők! Szeretném önöknek megköszönni, hogy ott álltak gyermekük mellett, amikor valamely nagy bánat érte őket, s a szülői vigasztaló szó átsegítette az érzékeny kamaszokat a nehéz perceken. Kedves kollégák! Nektek megköszönöm áldozatos, tartalmas munkátokat, melyet akkor is fáradhatatlanul végeztetek, amikor tanítványaitok bosszúságot okoztak. Jól tudjuk, hogy a pedagógus munkájának gyümölcse nem egy nyáron érik be. Majd ha meglátjuk felnőttként tanítványainkat, látjuk, hogy megállja a helyét, sikeres ember lett belőle, akkor mérhetjük le munkánk eredményét. Kedves búcsúzó lányok és fiúk, nehéz most nekem bölcs, okos útra való csoportba szedni, amikor mindannyian kicsit meghatottan állunk itt. Próbálunk egy olyan egyszerű, de örök érvényű értékrendet tudatosítani bennetek, amely elválasztja egymástól a jót és a rosszat. Reméljük, mindez elegendő ahhoz, hogy az új iskolában a kezdeti nehézségekkel megbirkózzatok. Az osztály még együtt van, szomorúságban és vidámságban, izgalomban és felszabadult nevetésben, gondban és örömben. De így együtt ma vagytok utoljára. A sok maradandó élmény mellett őrizzétek meg emlékeitekben ezeket az ünnepélyes pillanatokat. Emlékeitek között mindig legyen hely régi iskolátok számára. Mielőtt az élet küszöbére léptek, Kalkuttai Teréz anya gondolataival szeretnék elköszönni tőletek. Az élet egyetlen esély, vedd komolyan. Az élet szépség, csodáld meg. Az élet kötelesség, teljesítsd.
Az élet játék. Játsz. Az élet érték. Vigyázz rá. Az élet szeretet. Add át magad. Az élet küzdelem. Harcold meg. Az élet kaland. Vállald. Az élet álom. Tedd valóságá. Az élet ígéret. Teljesítsd. Az élet, élet, éljed. Jó utat, nyolcadikosok! A következő percekben városunk alpolgármestere Molnár János köszönti Balagó diákjainkat, és elismeréseket ad át a város nevében. Kedves Balagó diákok, tisztelt ünneplő közönség, Polgárváros önkormányzatának képviselő testülete nevében szeretettel köszöntöm a Balagó diákokat, az ünneplőket, és mindazokat, akik megtisztelték a itt végzős diákokat. Bár az önkormányzatnak egyre kevesebb szerepe van az általános iskola életében, de mi azt szeretnénk, és azt is akarjuk, hogy tudjunk az iskolában történtekről, és ismerjük az iskolában lévő eseményeket. Mi továbbra is a sajátságos eszközeinkkel, amennyiben lehetőségünk van, szeretnénk támogatni, segíteni az alapoktatásban részvevő diákokat, tanárokat. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy olvasunk, látunk híreket rólatok, amikor Polgárváros jó hírnevét öregbítitek egy-egy területi, regionális vagy esetleg országos versenyen, legyen az tanulmányi, tánc vagy sportverseny. E gondolatok jegyében a polgármester úr nevében is szeretnék átadni diákoknak elismerő jutalmakat, amikhez kérek segítséget. Polgárváros önkormányzata köszönetét fejezi ki és elismerő oklevélben részesíti a városi rendezvényeken való eredménye szereplésért Csohány László 8. C-osztályos tanulót. Illés Andrea 8. B-osztályos tanulót. Nyolcadik C. Elnézés. Jakab Klaudia, 8. B-osztályos tanuló. A Városi Sportegyesületben nyújtott teljesítményéért elismerést kap Testlér Milán 8. C-osztályos tanuló. Gratulálok! Éles Béláné, tankerületi igazgató asszony köszöntője következik. Tisztelt jelenlévők, kedves ünnepeltek, kedves pedagógus társaim! A hajdunálási tankerület képviseletében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Az ünnepnapok, jeles napok arra valók, hogy megálljunk egy percre, és kiemelt figyelmet tanúsítsunk a jeles eseményeknek, amely a közvetlen környezetünket érintik, amelynek szereplői vagyunk, és aktív formálói is egyben. A ballagás napja is egy olyan ünnepnap itt Polgáron, amely régi iskolatörténeti kort élt már meg, és régi, szép hagyományként él az iskolában közöttünk. Fenntartói és erkölcsi kötelességemnek tekintem,
hogy ebből az alkalomból is hálával és szeretettel gondoljak azokra, akik elindítottak bennünket a tanítói pályán. Az elmúlt június első vasárnapjának tulajdonított pedagógus nap alkalmából ezen a helyen is köszönetemet szeretném kifejezni pedagógus kollégáimnak. Felemelő, szép hivatás a miénk. Emberré nevelni, tudásunk legjavát nyújtani, követendő példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a gyermekek előtt, és elindítani őket az élet adta nehézségekkel, de örömökkel és szépségekkel teli útján, kísérve szeretetünkkel nemes feladat. Milyen a jó pedagógus? Milyen kompetenciákkal rendelkezik? Ki a jó diák? Ki az, és hogyan marad meg mindinkább az emlékezetekben? A pedagógus, a jó pedagógus kompetenciái közé tartozik a szakmai tudás és annak gyakorlati alkalmazása, kamatoztatása felsőfokon, az emberi toleráns magatartás tanúsítása a gyakorlatban a mindennapokban, a jó pedagógus magatartásával kivívja a tanítványai, rajtuk keresztül a szülők szavakban ki nem mondott tiszteletét, ragaszkodását. A jó pedagógus szereti hivatását, elkötelezett, szereti munkáját. Milyen a ma iskolájában a jó diák? Aki igyekszik teljesíteni mindennapi kötelességeit, aki együttműködő, aki meghallgatja a felnőtteket és tiszteli társait, aki tiszteli gondviselőjét, aki helytáll a feladataiban, a tőle elvárható szinten és fokon, ezáltal eléri a korának megfelelő értelmi, érzelmi, testi és szociális érettségi szintet. A felsorolásom nem teljes, de nagy elvárásokat fogalmaz meg. Kedves hallgatóság, álom ez, vagy valóra váltható? Az előző évszázadokban sem volt az másként, hogy álmot szőttek nagyjaink a jövőnkről, a helytállás fontosságáról. A legnagyobb álmú kultuszminiszter, kortársa is így nevezték, Klebersberg Kuno hosszú távú befektetésként szőtte terveit, hirdette oktatáspolitikáját. Rettenetes volna lekésni arról a gyors vonatról, melyen európai nemzetei robognak előre, egy ma még beláthatatlan fejlődés hihetetlen távolságai felé, mondta. Kedves ünneplő közönség! A gyors vonat hangos bemondója szól diáknak, szülőknek, pedagógusnak egyaránt. Megérkeztünk ezen vízió egyik állomásához. Az emberi fejlődéssel lépést kell tartani, a nemzet gyermekeinek sorsa, jövője függ attól, hogyan végezzük a nevelőmunkánkat, hogyan leszünk jobbak a jók között. Történelmünk nagyjainak emlékezete, szelleme naponta itt van közöttünk. A valamennyiünk által ismert Kossuth Lajos egyik idézetét szívesen megosztom a jelenlévőkkel, amely így hangzik. A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz. Intelmeik ma is helytállóak, a közszolgálatot vállalók részére megszívlelendő példákat mutatnak. A nemzet szellemi hagyatékát őrizzük meg, és vigyük tovább, hogy értelmes emberfőket nevelve méltó helyünk legyen a világban. A Klik hajdunási tankerületek képviseletében az intézmény dolgozóinak, a szülői közösségeknek megköszönöm a 2014-15. Tanévben polgárváros szellemi gyarapodásáért kifejtett eredményes, kitartó és lelkiismeretes munkáját. A ballogó diákoknak ajánlom a tarisznyájukba a bölcs idézetek megőrzését, és mai nap az elmúlt 8 év emlékének megtartását. Életútjaitok során időnként e tarisznyát kinyitva, elevenítsétek fel újra és újra a kapott, jó szándékú intelmeket. Engedjétek meg, hogy zárásként Kölcsey Ferencet idézzem. Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátainkban leltük fel az egész világot. Köszönöm a figyelmüket! Az iskolai elismerések átadására felkérem dr. Faragóné Béres Edit intézményvezető asszonyt. Versenyeken való szerepléséért
és közösségi munkájáért intézményvezetői dicséretben részesül Bodnár András 8. B-osztályos tanuló. És Szabó Erzsébet 8. B-osztályos tanuló. Példamutató magatartásáért, versenyeken való részvételeért és közösségi munkájáért intézményvezetői dicséretben részesül Mecsei Máté, 8. C-osztályos tanuló. És Nagy Dániel, 8. C-osztályos tanuló. Közösségi és kulturális munkájáért intézményvezetői dicséretben részesül Tóth Vanessa, 8. C-osztályos tanuló. A 8. évfolyamosok búcsú műsora következik. Bodnár András, Jakab Klaudia, Kis Gitta, Pásztor Nikoletta, Szabó Erzsébet, Tóth Anikó, 8. B, Nagy Dániel, Rente Evelin, Rézműves Kitti, Sipos Csilla, 8. C-osztályosok verssel, prózával köszönnek el, valamint a Ballagókett csoportja énekli a Leperegnek a könnyek című dalt. Kedves tanáraink, kedves szülők, diáktársaink, vendégeink! Köszönjük, hogy megtisztelnek bennünket jelenlétükkel e jeles napon. Ismét eltelt egy tanév, s mi most búcsúzunk iskolánktól, lezárva életünk egy fontos szakaszát, mely egyben a gyermekkort is jelentette számunkra. Kérjük, hallgassák meg elköszönő műsorunkat! Amiként a lovak bajnoki vívása, az iparos legény hosszú vándorlásra. Úgy indul a diák, némi tudát gyűjtvén, s elmereng kemény évet tovatüntén. Búcsút mond tanárnak, barátnak, négy falnak, folyoson, termeken, udvaron át ballag. Jelképet betyűját a vállára vetve, elindul az útra az ismert nembe. Nyitja ajkát dalra, köszöntő szavakra, s lenglobog a szélben ajándék szallagja. Az életem lemeze fordul, s ha valaki visszatenné a tűt, valamit újra játszanék. Van, amit meg se hallanék, megbocsátanék, vagy másképp mondanék. Az életem lemeze fordul, van, ahol recsen és zörög, van, ahol ugrik túl pörög. Megcsuklik a hang egy karcolásban, s remeg az ív, kihagy a szó, kihagy a szív. Indulnék, mondd, merre van a holnap. Indulnék, homályba hull a célom. Indulnék, bizonytalan léptem. Kérlek, ne vesz szememre a vétkem. Nincs szebb kor az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon látszok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátaimban látjuk fel az egész világot. Életed útját magad választod. Válassz át úgy, ha egyszer elindulsz, nincs már visszaút. Elindulunk egy ismeretlen úton, és nem tudjuk még, hogy mit hoz majd a sors, de bármi jön, még élünk, nem feledjük az iskolát, mely útnak indított, s az együtt eltöltött sok szép napot. Minden szeptemberben kezdődött. Az újdonsült elsős diákok szüleiktől megválva léptek be az iskola ajtaján. Köztük voltunk mi is, az A-osztály. Alsós tanítóink, Török Nésere Zsuzsa és Lukács Bökő Anna boldogan vártak minket. Bár a kezdet nehéz volt, hamar összekovácsolódtunk. Nem volt olyan szünet, hogy ne szaladgáltunk volna az udvaron, és ne estünk volna el. De felálltunk. Felálltunk, és emelt fővel tovább haladtunk,
igaz bukdácsolva, de felsősök lettünk. Egyre komolyabbak lettünk, több versenyre álltunk, előadásokban vettünk részt. Majd hetedikben az osztályunkat megszüntették. Addig Kovácsné Újvári Ilona tanárnő tartott kezében minket, utána Satman Ádámné mostani osztályfőnökünkhöz kerültünk. Végül elértünk idáig. Fájó szívvel válunk el egymástól, ám reméljük, hogy egyszer még újra találkozunk. Elköszön a 8. B osztály. Szorongva vártuk az első osztályt, és akkor nyakunkba szakadt a sok szabály, amit Bartóknél Gizike néni állított elénk. Következetességének meglett az eredménye, megtanultunk írni, olvasni. Polonkainé Szabó Marianna tanító néni pedig bevezetett a számok világába. Már alsós korunkban is megpróbálkoztunk tanulmányi versenyekkel, felsősként részt vettünk versmondó, valamint matematika versenyen. Felső tagozatban sok változást éltünk meg, Satman Ádámné Marika néni segített át minket a nehézségeken. Sokan kerültek hozzánk, és néhányan távoztak is. Bárhogyan is emlékeznek majd ránk, mi jól éreztük magunkat a polgári Vásárhelyi Pál általános iskola falai között. Búcsúzik a 8. C osztály. Első osztályban jól megismertük egymást. Igaz, az elején még szégyenlősek voltunk, de aztán megtört a jég, és jól egymáshoz szoktunk, Hamanő Józsefné Marika néni és Nagy Miklósné Katika néni segítségével. Volt pár összetűzésünk, ellenvéleményünk, de aztán minden megoldódott. Sokat szerepeltünk műsorokon, versenyeken. Megfordultak nálunk páran az évek során, akiket befogadtunk, viszont sokan el is mentek az osztályunkból egy év után. A felső tagozaton Dák Ferencné Katika néni segített kormányozni a hajónkat. Részt vettünk matematika és versmondó versenyen, vannak köztünk a sportban kiemelkedő diákok is. Reméljük, hogy távozásunkkal némi űrt hagyunk magunk után az iskolai életben, s rólunk a szép emlékeket őrzik meg szívükben tanárink és diáktársaink. Kedves szüleink! Nem feledkezhetünk meg arról, mennyi áldozatot hoztak értünk annak érdekében, hogy idáig eljuthassunk. Köszönjük, hogy fáradtságot nem ismerve egyengedték utunkat, mellettünk álltak a bajban, és velünk örültek eredményeinknek. Szeretnénk egy rövid idézettel kifejezni azt a mérhetetlen hálát, amit érzünk. Neked köszönöm, ami lettem, szívem hevét, a dalt, a lelkem életem lomba borulását, a bánataim, a szerelmem. Hitet adtál, hitet a szóba, amit harsogva zeng a nyelvem. Kedves diáktársaink, tőletek búcsúzunk utoljára. Törekedjetek a tanulásban és az élet más területén is mindig a legjobbra, hiszen rátok is komoly feladatok várnak még. Kívánjuk, hogy mindegyikőtök sikerre vegye a rávaló akadályokat, hiszen mint Ibsen írta, gyönyörű, ha valaki maga előtt célt lát, és azt meg is valósítja tűzön vizen át. Most a búcsunk perchez érve, telve reménye elindulunk. Hát a poharunkat hajtjuk fel végre, szálljon messzire vidám dalunk. Benne csordul a szívünkben húrja, egymást nem látjuk sok éven át. De visszatér a találkozóra ez a sok régi, kedves barát. Érzem, hogy mennem kell, mert vár valahol egy másik út. Hogyha most is úgy szeretsz, engedj el ma már. Nem köt ide csak a múlt, a kezed fogom ma is ugyanúgy, mint régen. A képen nőtte te is velem, és nem értem, miért szakad el a kép, hova tűnik a sok emlék. Lepereknek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy álmunk. A vonatok indulnak és jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés téged bánt és az nekem is fáj. A szívünkben ott lakul az érzés, sosem mi nem lesz ugyanúgy már.
Egyedül csak védtelen gyermek vagy, ha kell, így vigyázok rá. Ne akart, hogy mindenre választ kapj egyszer. Tié lehet a világ, ha itt maradok, összetörik majd a szívem. A képen ott eszel mindig, ahogy a régen, soha nem fakul a kép, amíg összeköt az emlék. Leperegnek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy álmunk. A vonatok indulnak és jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés, neked fáj és ez nekem is fáj. A szívünkben ott lapul az érzés, sohasem mi nem lesz ugyanúgy más. Ha itt maradok, összetörik majd a szívem. A képen ott eszel mindig, ahogy a régen, soha nem fakul a kép, amíg összeköt az emlék. Leperegnek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy álmunk. A vonatok indulnak és jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés, neked fáj és ez nekem is fáj. A szívünkben ott lapul az érzés, sohasem mi nem lesz ugyanúgy már. Megkérem Tóth Anikó, 8. B, Mecsei Máté, 8. C osztályos tanulókat, hogy kössék fel iskolánk zászlójára a búcsúzás jelképező szalagot, amit Tóth Kimberly, Kis Jennifer, Lovász Attila vesznek át a 7. évfolyam nevében. Műsorunk végén megköszönöm a közreműködő diákok, tanárok, technikai dolgozók munkáját. Kívánok mindenkinek kellemes, vidám hangulatú ünneplést. Kérem, kísérjük együtt figyelemmel ballagóink elvonulását. Hello, Mr. Bocs.